Szász János filmrendezőt a Fótima filmgyárban látogattuk meg, ahol Nagy Füzet címmel forgatja a legújabb játékfilmét. A film alap is támogatja a művet, melynek bizonyos jelenetei a még azóta is álló Sorstalanság című film díszletei között játszódnak. Az utolsó nap érkeztünk a forgatásra, így a kulisszák mögé épp a legérdekesebb pillanatokban kukkanthattunk be. Tehát itt vagyunk egy díszletben, ami egy koncentrációs tábor éppen, tehát ott forgattuk egy koncentrációs tábor, és most a film utolsó jelenetei itt, mármint a forgatásban egy temetőben veszünk. A film főszerepét egyik elpár játsza. Gyémánt Lászlót és Andrist hosszas keresés után találta meg a rendező. A második világháború idején zajlódó sztori egy felnőtt profi színész számára is komoly megpróbáltatást jelent. Figyelj, indítsd el, és jó volt, hogy az elején előjött. Szász János lejött Tolna megyébe Kocsolára hozzánk, és elkezdtem mondani, hogy mi, hogy van a filmmel kapcsolatban. Gyerekek, felvétel! Köszönjük! Csibék, felvétel! Mi sütik? Följöttünk ilyen próbákra, meg ilyenekre, és akkor itt a Molinán volt egy olyan jelenet, hogy mi sírtunk, és akkor onnantól lettünk mi így a filmben. A Nagy Füzet koprodukcióban készül. Az operatőr Christian Berger, aki az Oscar-díjas Fehér Szalag című osztrák filmet is fényképezte. Most, hogy a film készítésének utolsó stádiumát láthattuk, abszolút egységesnek és összeforrottnak tűnt a stáb. Ja, itt vagy, felvétel. Jó, egy pillanat türelmet még okay. Köszönjük. Egy picit slower, it could be the whole could be slower. Ja, yeah. Ja. Yeah. Yeah. Nagyon összecsiszolódott. Beszéljük ugyanazt a nyelvet, ha már vannak németek, osztrákok és magyarok körülöttünk. Úgyhogy jól ment a munka. Forduljanak meg a gyerekek! És a másik gyerek pedig álljon a jobbra, már nem tudom melyik. Az Laca, az Andris, te vagy szíves? És? Tessék? Háttér, tessék! Figyelj! Eleje! És nekem volt egy olyan nap szerencsém, amikor egymással verekedtünk, hogy nem olvastam el a könyvet, és ugye egy részé el kellett dőlni, és megfogtam magamat, így voltam. Az a szíjjelverés volt? Igen, a szíjjelverés, és ütött a Lacika, egyszer csak elestem, és nem olvastam el a forgatókönyvet. Úgyhogy ez nagyon jó. Na még egyszer utoljára vegyük fel, egyszer megvan Krista jelölt. One more this is what I said. Még egyszer! A film az egy konkrét műfaj. Elfecséreljük és elhennáljuk egymást. De ez egy nagyon érzelmes dolog. Hogyha az ő szabályokkal próbálnám ezt megfogalmazni, akkor Lacika, egy kicsit jobb, nem, semmi. Söprés! Kész? Check the gate! Kudi? Irány a lágerből a temetőt.